Közel a megváltó Jézus Krisztus születése, közel az ünnep, kezdődött ezekkel a gondolatokkal a 4. adventi rendezvény Sárospatakon. A Makkabesz téren ezúttal is sokan gyűltek össze, hogy közösen ünnepeljenek. Minden héten a város más közösségei igyekeztek emlékezetessé tenni a várakozás időszakát, az utolsó gyertyagyújtó estét a városi civil szervezetek és vállalkozók koordinálták. A köszöntőben elhangzott, nem csak külsőségekben, lélekben is megtisztulva érdemes várni a karácsonyt. Ebben az időszakban elgondolkodva megtisztítsuk szívünket, lelkünket, előzzük belőle a haragot, a kapzsiságot, a gyűlöletet, az irigységet, helyet biztosítva a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jóságnak. Talán érdemes elgondolkodni az előttünk álló napokban még, és ha valaki úgy érzi, hogy még vannak hiányosságai, van még lehetőség szentestéig pótolni ezeket. A 4. advent olyan napra esik, amikor a leghosszabb az éjszaka a tél során. A szimbólum, a sötét azonban nem lehet úr az életünkben, mondta dr. Dienes Dénes. Akik most ide eljöttünk, hogy meggyújtsuk a 4. gyertyát, nyilván azért jöttünk el, mert azok táborába tartozunk, akik a világosságot szeretik jobban. És ez az adventi ünnepkör, ez a karácsonyi ünnepkör ebben erősítsen meg bennünket. Amikor annyi sötétség vesz körül bennünket, és annyi minden van, ami a sötétség erőivel támad reánk, és úgy is tűnik, hogy ez a sötétség győzedelmes. Íme milyen érdekesen fejezi ki a mai nap, ahol hosszabb az éjszaka, mint a nappal. Ezt a vélekedést. De végül is a végső üzenete a karácsonyi ünnepkörnek az, hogy hiába a látszat, a fény győzedelmeskedett. A közreműködők verssel, zenével színesítették a programot, majd pedig a 4. adventi gyertya meggyújtása következett. A közös ének után a város polgármesterek köszönetet mondott minden résztvevőnek az együtt töltött percekért. Végezetül bízom benne, hogy találkozom önökkel majd a karácsony eltelte után is, az év utolsó napján, amikor szeretnénk, ha 2014. év utolsó éjszakáját együtt tölthetnénk, és 2015 első perceiben pedig közösen kocinthatnánk önökkel. Áldott, boldog, békés karácsonyt kívánok valamennyi sárospataki lakosnak. Az adventi rendezvények után újra közösségi rendezvény vár az érdeklődőkre Sárospatakon a Makkabesz téren december 31-én szilveszter éjszakáján este 8 órai kezdettel.